hogyha mi hirdetjük azt, hogy ezek a deviáns, beteg viselkedések mára normálisak. Hogy mindaz, ami eddig visszataszító volt, gonosz, sötét, az mostanra nagyszerű, jó, és az a világosság, és megváltoztunk, sőt, mostanra mi vagyunk azok, akik megteremtjük magunknak az élethez való feltételeket, akik meghatározzuk az életnek a menetét, a szabályokat, a törvényeket. Nekünk nincsen szükségünk semmilyen felsőbbrendű hatalomra, mert mi elfejlődtünk arra a szintre, hogy a saját urai vagyunk életünknek és környezetünknek, akkor annak az a büntetése, amivel szembe kell majd néznünk. És a teremtő megmutatja, hogy milyen az, mikor ő háttérbe vonul, és rábíz minket a saját gonosz, romlott, primitív elménknek a kigondolásaira. Ez az időszak az, ami következik, és ezek a hírek, ezek az információk előrevetítik ennek a sötétségét, hogy mekkora lesz a mélysége annak a káosznak, meg annak a pusztulásnak, meg szenvedésnek, ami vár az emberiségre. Tetszik vagy sem, ez az, amire fel kell készülni. Én nem úgy ülök itthon, hogy rettegek, hogy jaj, most kit kell majd megennem. Én tisztában vagyok vele, hogy ő majd gondoskodik rólam, ha akar, ha nem, akkor meg hé, ez van. De mi az, amiben bízik bárki más, aki ezekben a hazugságokban, meg téveszmékben hisz, hogy ő egy beszélő majom, meg eljönnek majd a felemelkedett mesterek, vagy Jézus majd megmenti, vagy Buddha, vagy mit tudom én kicsoda. Semmi reménye nincs senkinek. És emlékezzen arra mindenki még zárszónak, hogy amikor eljön, az az idő, mikor ez a nyomorúság körbevesz mindenkit, akkor az ember meg fog változni, és ki fog jönni az igazi énje, ami mindvégig ott lapult a szívében. Szóval gondolkodjon el azon mindenki, hogy szeretné-e, hogy őt felkészületlenül érje az az idő, és kijöjjön ő belőle az, ami ott rejtőzött mindvégig. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan folytatjuk. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!